Köszöntöm a Debrecen Televízió nézőit. A híradó után már is itt vagyunk az esti közelképpel, ahol aktuális közéleti témákról beszélgetünk. 2005-ben indult útjára a megyei prímadíjak rendszere, amely a kiemelkedő teljesítményt és életművet felmutatók elismerésére szolgál. Idén magyar oktatás és köznevelés kategóriában, november 18-án teljesítménye, elhivatottsága, értékrendje, valamint a Debreceni Egyetem és a régió oktatásáért, kultúrájáért, illetve sportjáért végzett több évtizedes munkájáért, közösségformáló tevékenységéért megyei prímadíjjal tüntették ki ma esti első vendégemet. A stúdióban köszöntöm Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancelláriát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is tisztelettel gratulálok a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm. És az első kérdésemet, ha megengedi, akkor a televíziós kollégák kérésére tolmácsolom. Remélem felkészült, mert nagyon fontos kérdés. Hogy tetszett a Magyarország-Montenegró meccs? Azt hiszem, hogy látszott, hogy tetszett. Amikor tehetjük, mindig ott vagyunk, nem csak a Loki meccseken, meg a Deacon, hanem a válogatott meccsén is bérletünk volt, és nem tudom, most oda küldtek egy kézikamerást, ott járkált a lépcsőn egész meccsen, és így többen mondták tegnap valaki vicces, hogy többet voltatok a tévében, mint Szoboszlai. Tetszett, meg a válogatott meccseknek nagyon jó hangulata van. Az már egy külön brand lett a focin belül. Így van. Most egy kicsit a díjra visszatérve azért, milyen érzés volt átvenni, megkapni egyáltalán maga a tudat, hogy önre gondoltak? Hát nyilván jól esik az embernek, amikor észreveszik azt, hogy mi történik, főleg ilyen hosszú időn keresztül. És amikor jelezték, hogy jelölnek ilyen díjra, akkor mondtam is viccesen, hogy hát engem általában munkára szoktak jelölni, de nyilván nagyon örülök neki, és egyből azokra gondol az ember, akikkel mindezt hosszú időn keresztül, azra sok száz ember, akivel ezeket végig lehetett csinálni, és remélem, hogy még fogjuk is. És hát az átadón elhangzott egy nagyon komoly felajánlás az ön részéről, egy kedves gesztus. Mesélne erről egy kicsit? Hát tulajdonképpen a Dehíren olvastam egy cikket egy pár nappal korábban, amikor Lukács Laci a gitárját ajánlotta fel egy jótékony célra egy debreceni kisfiú gyógykezelésének a lehetővé tételéhez, és egy hatalmas összeget, 3,2 millió dollárt kell összegyűjteni. Most indult a gyűjtés nem régiben, és mivel ez egy időhöz kötött dolog, ha jól olvastam, 3-5 éves koráig el kell végezni azt a terápiát, amit csak az Egyesült Államokban most nyáron engedélyeztek, és néhány kórházban végezhetik. És azt gondoltam, hogy csatlakozok ehhez, és azért is mondtam el, hogy hát ha másoknak is felhívja a figyelmét, hiszen 3,2 millió dollár az nagyon sok, árfolyamtól függően 1,1-1,23 milliárd forint, ami a néhány évvel ezelőtt az országos gyűjtés, amikor 750 milliót kellett összegyűjteni, is túlszárnyalja, és hát bízom benne, hogy tudunk reményt adni a családnak közösen, és ezért volt ez. Talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy bízunk benne, hogy így lesz. A debreceniségéről kérdezném most, miben merül ki az ön elköteleződése, már ugye fiatal kora óta Debrecen párti. Igen, mindenben. Egyszerű válasz. Mindenben. Én nagyon jól éreztem magam gyerekkoromban is ebben a városban. Honnan a ragaszkodás? Nem tudom, nekem általában ilyen vagyok, én mindenhez ragaszkodok, nem csak a városhoz, hanem mindenhez, a családomhoz, a feleségemhez, a mindenhez, amivel olyan sokat foglalkozott az ember, mint a kis hercegbe is lehet olvasni. Én véletlenül Budapesten születtem a sportkórházba, és ott lehet, hogy megfertőződtem egy kicsit a sporttal is, de egyébként az életem 90-nél több százalékát Debrecenben töltöttem, kivéve két gimnáziumi évet, meg egy katonai évet, meg egy kis külföldi tanulmány, de minden ide köt, és mindent ezért a városért, és ezért az egyetemért teszek. Így alakult. De és annó ön is a Debreceni Egyetem diákja volt. Egy kicsit tudna nekünk betekintést adni, hogy milyen volt a Debreceni Egyetem akkor, és milyen most? Az az integráció előtti időszak volt, mert már sajnos nem vagyok olyan fiatal, tehát én 88-tól 93-ig jártam egyetemre Debrecenben.
az agrárra, és agrármérnökként végeztem, bár közgazdász akartam lenni mindig, de mindig Debrecenbe akartam tanulni, és mikor úgy hozta az élet, hogy Budapesten jártam 2 gimnáziumi évet, akkor az volt a választásom, hogy vagy elmegyek és visszajövök, vagy maradok és menjek Pestre Egyetemre. Már akkor a feleségemmel már legalább 3 hete együtt jártunk, mikor elköltözött a család. Akkor még igen friss volt ez a és helyzet. Hát inkább azt választottam, hogy elmegyek és visszajövök, mert itt akarok tanulni. Közgazdászképzés nem volt, viszont az agrárom volt vállalatgazdasági szakirány, és így az agrárt választottam, nagyon-nagyon nem bántam meg. Én nagyon jól éreztem magam azon az egyetemen, akkor szuper közösség volt ott a Böszörményi úti kampuszon, mindenki mindenkit ismert. Nyilván egy teljesen más körülmény és más környezeti színvonal, mint most. Hát ha akkor ilyenek lettek volna, ilyen körülmények és lehetőségek, mint amiket most megteremtettünk a diákoknak, akkor nem is tudom, hogy mennyivel éreztük volna magunkat jobban attól, ami már nem is tudom, hogy lehetett volna jobb akkor. De hát változott az élet. Van olyan, amire kimondottan büszke, amit sikerült elérni? Gondolom rengeteg ilyen van. Számtalan. Hát rengeteg, nem tudnék felsorolni, mert az első nagy projekt, amikor a 90-es években a hallgatói önkormányzatokkal összefogva célú tűztük ki, hogy a Kassai úti volt szovjet laktanyában, a Lovardából legyen egy ilyen hallgatói egyetemi kulturális és konferencia központ, és annak a végigjárása, a semmiből való felépítése, vagy nem, legalább 20-30 dolgot tudnék felsorolni. Mindegyiknek örülök, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy olyan közösséggel tudunk dolgozni sok területen, ahol nyugodtan hátat lehet fordítani egymásnak, és mindenki végzi a dolgát, és az ügyek előre haladnak. Ez egyetemen belül, egyetemen kívül, a DEAC-nál, mindenhol. És ha már egy kicsit szóba került a DEAC, mi a DEAC sikere az ön megérzése szerint? A közösség, egyértelműen a közösség, és amerikai példa alapján dolgoztuk ki a stratégiát 2000-es évek közepén, egy oldalba foglaltuk össze a célokat, feladatokat, lehetőséget, szükséges szervezeti egység. Egy oldal? Egy táblázat. Arra a köré, azt körbe lehet írni több száz oldalba, de ez egy oldal. Akkor is és most is, és ezt építgetjük lépésről lépésre, és ahogy láttuk, nem csak az amerikai, hanem az angol egyetemeken is, hogy a közösség és az egyetemi brand az leginkább a sportra épül. Amellett, hogy mindenki a tudományát csinálja, és nagyon sokféle van, de ez egy közös téma, ugyanúgy, mint a kultúra. Erre építettük az egész gondolatvilágot, és nagyon bejött, hiszen a 33 szakosztály, több mint 3000 igazolt sportoló, utánpótlástól a felnőttekig, sikeres szakosztályokig, azt gondolom, hogy a DEAC, mint közösség, mint brand abszolút beérett, és megjelent nem csak Debrecen, hanem az ország köztudatában is. És milyen jó, hogy ennyi lehetőség van sportolni most már. Igen, és még többet akarnak. Tehát nem tudunk annyi infrastruktúrát, annyi lehetőséget biztosítani, hogy ne jöjjenek újabbak és újabbak, hogy nekik is van igényük, ezt szeretnének, azt szeretnének, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben még van előre, különösen úgy, hogy nagyon komoly tudományos háttér is kiépült az egyetemen, és felállt e mögé. Több száz sporttudományi hallgatónk van, de nem csak a sporttudományi hallgatók, tehát ez egy igazi jó projekté vált. Nagyon fogy az időnk sajnos, de még annyit mindenképpen megkérdeznék, hogy azért nem volt egy egyszerű időszak ez az elmúlt pár év. Ugye koronavírus, energiaválság, háború, hogyan érintette ez az egyetemet, és kiláboltak-e belőle, vagy még folyamatban van? Hát én azt mondanám, hogy voltak problémáink, de nem is lábaltunk bele igazából. Tehát nyilván meg kell küzdeni a problémákkal folyamatosan, a világ folyamatosan változik. Nagyon sokszor felmerül kollégákban, hogy már megint egy változás, már megint át kell csinálni mindent. Hát ugye mondja nekik, vagy szoktam nekik mondani, hogy a Római Birodalom is megszűnt egyszer, tehát minden megváltozik nálunk is, de ami az utóbbi 10 évben történt, az egy kicsit sok változás volt, hiszen egészen 2014. január 1-től, amikor az egyetem struktúrája teljesen átalakult, megszűntek a korábbi centrumok, ami 2000-től 2014 elejéig fennállt, és akkor utána jöttek
a kancellári rendszer bevezetése, a Covid, a háború, a modellváltás, ez mind-mind újabb változás, de azért mégiscsak azt mondanám, hogy valahogy a Debreceni Egyetem mindig előtte járt egy lépéssel az országos változásoknak, ezért aztán olyan nagyon komoly megrázkódtatás nem ért bennünket. Mindenkinek probléma az, hogy Covid van, két hét alatt online oktatásra álljunk át, szereljük fel a termeket, de szabályos legyen azért a beszerzés is. Hát nem könnyű mindennek megfelelni, priorizálni kell, mi fontosabb és mi következik. Nagyon nagy feladat hárult ebben a háttérországra az egyetemen, a kancellárián, és igazából eléggé elfáradt már mindenki az elmúlt 10 évben. Most az idénre már csak egy berettyóújfalui kórház integráció maradt, és nem tudjuk, mit hoz a jövő. Kancellár úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem ma este, és még egyszer tisztelettel gratulálok a díjhoz, az elismeréshez. Köszönöm szépen mindenkinek, a jelölőknek, meg a kollégáknak is.